Megnyertétek ezt a thrillert, mennyire kellett a lelkeknek? Nagyon. Lelkeknek is, meg ugye a további a szempontjából is nagyon fontos mérkőzés volt, de ugye ez mindkét csapat számára elmondható. Jó lett, tehát szerintem mindenkiben áttört egy olyan gát, ami ugye az első meccsen még jelen volt. Jó úton haladunk. Mesélj már el nekünk, légy szíves, hogy milyen érzés az, amikor egy perc van hátra, x az állás, és 20 ezer ember előtt heteshez készülőd, 20 ezer magyar szurkoló előtt. Te ezt kicsit vissza tudnád nekünk adni, hogy ez milyen ott a pályán? Hát ennél kevés jobb érzés van, azt gondolom, mint hogy tényleg 20 ezer magyar előtt, meg nem tudom hány ember előtt a tévé, aki nézte, pályára léphetek, és ilyen lehetőségem van. Ez tényleg lehet, hogy most még nem is tudom tudni felfogni ezt, de lehet, hogy a jövőben majd, ha visszagondolok erre, akkor büszke leszek rá természetesen. A Portónak a vereség az nagyon fáj, de az edzőink ugye hangsúlyozták, hogy nem dölt össze semmi, hogyha megnyerjük a mindkét meccsünket, akkor ugyanúgy van esélyünk tovább jutni, és még két pontot is tovább vihetünk. Nyilván ez Hollandiának a gyenge teljesítménye is kell. De ettől függetlenül nekik, úgy voltunk ezzel a mai mérkőzésen, hogy nincs vesztenivalónk, és fejjel nekik mentünk, mindent beleadtunk, hál' Istennek hoztuk a két pontot. De azt tudni kell, hogy ez a győzelem, ez nagyon-nagyon fontos volt, de mit sem ér, hogyha kedden nem nyerünk, és kedden azt gondolom, hogy egy még keményebb mérkőzés vár ránk, mert én az előtt is azt mondtam, hogy Izlanda szerintem a legerősebb ellenfelünk a csoportban, nagyon jó kézlabdát játszunk, nagyon jó játékosaik vannak, minek a Bundesliga vagy a BL-ben, és nagyon kemény mérkőzés lesz, de együtt azt gondolom sikerülhet a szurkolók és a csapat, és akkor belehajszoljuk egymást a győzelembe. Belülről hogy érezted, miben léptetek előre a hollandok elleni meccshez képest? Védekezésben is agresszívabbak voltunk, támadásban is szintén. A páros kapcsolatok nagyon jól sikerültek, mármint nem hát jobban, mint az előző mérkőzésen. Ezek a kis nüanszok eldöntötték a mérkőzést. Van még mit csiszolni, nagyon sok, főleg védekezésbe, de ilyen az EB, úgy gondolom, hogy meccsről meccsre jobb teljesítményt fogunk tudni nyújtani. De azt gondolom, hogy kicsit türelmesebbek voltunk, kevesebb labdát adtunk el, persze voltak így is hibák, adott labdák, de talán egy kicsivel kevesebb, mint a hollandok ellen. Nyilván nem engedtük el őket az elején, hanem egy fokkal jobban kezdtünk, mert azért azt hiszem így is 2-0 vagy 3-0 volt oda, 2-0 talán, de ez is egy nagy különbség volt. És hát tényleg mindenki szívét, lelkét kitette a pályára, amit tudott. Lehet, hogy az első mérkőzésen tényleg volt, aki kicsit lámpalázásnak érezte ezt, de most a másik mérkőzésen már mindenki tudta, hogy mi vár rá, hogy idézőjelben, úgyhogy lehet, hogy mindenki kicsit nyugodtabb volt. Ezért mondhatjuk, hogy neked is látványos volt a formajavulásod, nem? Hát igen, az első mérkőzésen, amit én sem ismertem magamra, nem tudom, ez lesz ilyen megmagyarázhatatlan, de hát ez már múlt, azzal már nem foglalkozunk. Azt már aznap este eldobtuk, és az edzéseken csak erre készültünk, hogy Portugáliában mindenki 100%-os teljesítményt tudjunk nyújtani. És most már végre kipróbálhattátok, milyen együtt ünnepelni a 20 ezer emberrel? Nagyon jó érzés, remélem ezek után minden egyes mérkőzésen, hát ők együtt innen kellene a himnuszt.